Az a helyzet, hogy nem változott semmi. Egy dolog viszont változott. Mégis. Annak eredményeképpen, hogy itt vagyunk, valamilyen furcsa indokkal vagy indok nélkül, egy ember már nem dolgozik a hivatalban. Éjjel! Úgyhogy úgy gondolom, egy szimbolikus sikert elértünk. Szimbolikus siker az is, hogy hogyha nem a portás, a fejlesztési projektiroda vezetője, Veszner Juditnak hívják a fejlesztési és projektiroda vezetőjét. Ma már újra. És mennyire lépést kap az előző? A lényeg, szerintem egy dolgot nem értettek meg a képviselők és a polgármester. Mindannyian elkövetünk hibákat. Én magam is elkövettem hibát ebben az ügyben kapcsolatban. Sosem késő ezt a hibát beismerni, és sosem késő kijavítani. Ezt a lehetőséget most újra elszalasztotta a képviselőtestület és a polgármester. Senki nem mondta azt, hogy nincsen semmi jogi lehetőség az 586 millió forint behajtására. Tehát ezt senki nem állította, hogy ez teljesen reménytelen. Ennek ellenére úgy döntöttek, hogy nem kísérlik meg. Majd esetleg akkor, hogyha újabb jogi vélemények felmerülnek, akkor majd esetleg visszahozzák, és majd újra megtárgyalja a képviselőtestület. Úgy gondolom, hogy ez a lehető legrosszabb. Bizonytalanságban tartani a szentendrélyeket. A Független Magyar Bíróság eldönthette volna, hogyha a képviselőtestület úgy dönt, hogy kinek van igaza. Be lehet hajtani ezt az 586 milliót, vagy nem. De visszatérve, ami nagyon fontos, az, hogy most itt vagyunk, és ennyien itt vagyunk. Nagyon sok felől jöttünk, sokfélék vagyunk. De egy biztos, hogy Szentendrén már ez a Szentendre, ami ma itt van, ez más, mint a tegnapi Szentendre. Úgy gondolom, hogy többet nem lehet felelőtlenül elkölteni, nem hogy 1 milliót, 100 milliót vagy 1 milliárdot Szentendrén, nem lehet többet elkölteni felelőtlenül. Felelősséggel tartozik mindenki, minden képviselő, minden döntéshozó. De be fogjuk hajtani a felelősséget szerintem. És már pedig mi itt mindannyian be fogjuk hajtani a felelősséget, a politikait is, és a jogi felelősséget is. Előbb vagy utóbb mindenki megfizeti azt a hibáért az árat, amit elkövetett. Antikorrupció! Hol vannak a gangsterek? Nem jön meg? Nem!